egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer két külföldi befektető, akik beleszerettek az egykori Taufer palotába Bródy Sándor utcában és megvásárolták. Ezután sorra érkeztek a művészek hetet hét országból és persze itthonról, akik itt műtermet kaptak és szabadon alkothattak a palota 8 szobájának egyikében. Ludovic Thiriez az első művészek között volt, aki saját műtermet alakíthatott ki a Brody House-ban. Akkoriban három ember lakott ezen a szinten, Peter és William a tulajdonosok, és egy ilyen, aki szintén művész. Az első emeleten tehát már három művész alkotott, de volt még egy szabad műterem. Ez itt egy lakás volt három emberrel, akik szeretik a művészetet és szeretnék kicsit előrébb tolni és segíteni a fiatal művészeket azzal, hogy ingyen műtermet biztosítanak nekik. A francia művész eredetileg fél évre érkezett Magyarországra tanulni. Ennek több mint 4 éve, hiszen a Brody házon kívül már magyar felesége is ideköti. Az eredeti tulajdonosi lakásból alakították ki a Brody House közösségi tereit, ahol a falakon a fiatal francia művész képei is megtalálhatók. Nagyon szeretek szuperimpozíciós technikával dolgozni, ami egyfelől figuratív, de egy kicsit torz képet eredményez, ami bonyolultabbá, árnyaltabbá teszi a képek olvasását, a megértést, és ezt ötvözöm a rajzaimmal. Ez a 4 portré például itt, az idősebbek a festményen, és a fiatalok a fotókon például magyarok. A pár hónapja még itt alkotó művészek munkái nem csak a társalgókban láthatók. Ludovic Thiriez, ahogyan a ház összes egykori művész lakója, lehetőséget kapott arra, hogy saját műtermét a ma hotelként üzemelő Brody ház egy-egy szobájává alakítsa. Így készült el a 8 teljesen különböző művészi élettér a vendégeknek. A kőlevesből persze a magyar hozzávalók sem hiányozhatnak. Az egyik legfontosabb hazai alapanyag talán Ilosfai Kriszta, aki a kezdetektől koordinálja a Brody ház életét. Ő vezetett körbe bennünket az éppen szabad szobákon. Szerencsénkre a legkedveltebb, tinei lakosztályba csak délután költöztek be a vendégek. Ez az egyik legkülönlegesebb szobánk, ez az Alex tinei szobánk. Itt nagyon sok főforgatás, illetve forgatás is szokott lenni, amellett így ide a szállóvezetőink egyik legkedveltebb szobája. Ezt a különleges falhatást mivel sikerült elérni? Ezt direkt kézzel lett visszavésve, azért, hogy az évszázadokon át különböző tapéta, illetve falrészleteket megmutathassuk az itt megszálló vendégeknek. Ez le van kezelve utána ilyen áttetsző lakkal. Sokan viccelődnek vele, hogy nem volt pénzünk fejére lefesteni, de nyilvánvalóan ez sokkal nagyobb erőfeszítést igényel. Ugye, mint minden szoba, ez is egy kis kiállítótér, itt kinek a munkáit láthatjuk? Itt Alexander Tinei, ő egy moldovai festő, már nagyon ismert itt Magyarországon is. Ő korábban itt dolgozott, illetve most is egy Brody House műteremben dolgozik. Alapvetően egyébként New Yorkon is vannak kiállításaink. Ez egy talpaskád, amit ugyanúgy egy lomtánytáson szereztünk, utána nyilvánvalóan egy új aranyfénybe borítottuk. Ő az egyik szinte már ilyen stílusjegye a Brody háznak. A történet azonban nem ér véget a különleges szobákkal. A Brody ház nem csak egy design hotel, hanem egy igazi multikulturális közösségi tér a mai napig, ahol kiállítások, filmvetítések, koncertek zajlanak. A kőleves főszakácsai, akik a kondért és a követ hozták, az angol William Clothier és a svéd Peter Grundberg egy klubot is alapítottak, hogy a kultúrára és művészetre nyitott embereket összehozzák. The most important thing about the club. A legfontosabb a klubbal kapcsolatban az, amit az emberek hozzáadnak energiában, nyitottságban, vagy csak ahogyan hozzájárulnak az élményhez. Az üzlettársam és én úgy állunk hozzá, mint egy vacsorapartihoz. Valaki megfőzi a levest, valaki más tesz hozzá, de mindenki hozzájárul. Ez nem egy külföldiekből álló titkos társaság, nem a pénzről szól, pont ellenkezőleg. A legfontosabb az emberi tényező, a közösség építése. A Brody ház hát maga különleges történetével együtt egy olyan nagy polgári szalonra emlékeztet őket, amely kulturális szalonokra van már például Angliában. Magyarországon mi vagyunk az első ilyen kulturális klub, és mint klub ugye nyilvánvalóan vannak bizonyos kritériumok, amiknek meg kell felelni. Alapvetően nálunk ezek a kritériumok ez annyi, hogy legyenek nyitottak, kulturálisan érdeklődőek azok, akik szeretnének a Brody House-hoz tartozni.
Ezt az alkotó energiákkal teli közeget, amivel az angol és svéd tulajdonos találkozott Budapesten, szerették volna megosztani a hazánkba érkező külföldiekkel is. Így született meg a Brody House magánszállás az egykori műtermek helyén. Az egész azért indult, mert akár egyetlen művészeti ág is fontos, jó eszköz arra, hogy emberek kapcsolatot teremtsenek egymással, mindenkinek az érdekes oldalát mutatja meg, legyen az üzletember, művész, vagy egyszerűen csak egy kreatív személy. A művészet mindenkihez szól. Ez nem elitista, nem a pénzről szól, a művészet áttöri a határokat és megtalálja maga útját mindenki. Pedig vannak itt műtárgyak, amik befektetést igényeltek, de nem akarjuk túlhangsúlyozni a befektetés jellegét a dolognak, inkább az élményen van a hangsúly. Mi azt szeretnénk, ha az emberek idejönnének és élveznék az itt létet. Budapest egy gyönyörű város, és szeretnénk, ha megtapasztalnák ezt a teljes élményt, nem csak a Brody házban, hanem egész Budapesten. És visszajárnak, ami nagyszerű. Which is great. A magyar népmese a kőlevesről happy enddel végződik, ahogyan a Brody ház története is. A hazai és nemzetközi alapanyagokból alkotóműhelyek és kulturális közösségek sültek ki. És aki nem hiszi, az nagyon könnyen utána járhat, hiszen elég csak becsöngetni a Brody Sándor utca 10-be.